Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Megint kedv van, így én jutok szóhoz a mai evangéliummal, amely Lukács evangéliumának most a 13. fejezetéből egy részlet, a 18-21-ig tartó összesen három mondatocska. Hallgassuk meg, aztán elmélkedjünk egy kicsit róla. Egy alkalommal Jézus így beszélt a néphez az Isten országáról. Az ország szó tulajdonképpen eredetileg magyarul úgy volt, ezt hadd hűzzem rögtön hozzá, hogy úrság. Úrság. Majd megmagyarázom, miért fűztem ezt hozzá, mert talán így érthetőbb lesz. Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít három véka lisztben. Az egész meg kell tőle. Na szóval azért mondtam, hogy rögtön így értsük, mit is jelent az Isten országa. Nem azt jelenti, hogy egy hely, egy terület, egy határvonallal körülvett rész a földgolyónknak, hanem azt jelenti, hogy az az állapot, amiben én elfogadom az Istent Uramnak. Tehát Uramnak fogadom el, az ő úrságát fogadom el magam fölött. Ez a bennem lévő Isten országa féle állapot. Na most ezt az állapotot megpróbálja Jézus valamivel megmagyarázni, valamihez hasonlítani. És két dolog jut eszébe hirtelennyibe, az egyik a mustármag, a másik a kovász. Ahogy a mustármag, tudjuk, hogy egy akkora pici kis gömb, hogy körülbelül olyan 1-2 milliméter átmérőjű gömböcske a mustármag, tehát valóban nagyon pici, bár talán a mágszem még ennél is kisebb, de mindegy. Azt elveti az ember olyan földbe, ami képes ezt a mustármagot táplálni, és előbb-utóbb egy fává terebélyesedik. Álljunk meg ennél a mondatnál, és próbáljuk ezt tehát átültetni, hogy van ez az Isten úrsága. Igen, az Isten fölöttem való uralkodása is így kell, hogy növekedjen. Talán gyermekkorban, vagy hitünk gyermekkorában, amikor még gyerekcipőben járt a hitünk, és nem olyan mélyen, nem olyan komolyan hittünk, akkor is azt mondtuk, hogy mi hívők vagyunk. De aztán egyre inkább rá kell, hogy jöjjön az ember, hogy ez mit is jelent? Ez mit is jelent? Elfogadni az Istent, hogy ő az én Uram, és olyan Úr ráadásul ezt hozzá kell, hogy vigyeszem, aki végtelenül szeret, annyira szeret, tudjuk, hogy egyszülött fiát adta értünk, aki aztán meghalt a kereszten. Tehát egy ilyen Úrnak a szolgája lehetek, ha elfogadom az ő úrságát, és ez kell, hogy növekedjen bennem. Ha csak annyit tudok a Bibliából, amennyit tanítunk mi hitoktatók, papbácsik az iskolában, mondjuk alsó tagozatban a gyerekeknek, azzal ne elégedjünk meg. De többet tudj. Többet tudj, mint aki voltál 8. osztály végéig hittanos. A vasárnapi szentmiség prédikációjaiból próbálj tanulni. Úgy ülj a templomba, hogy az egy kicsit hasonlít a tanteremben lévő padhoz. Tanulni akarok, minél többet tudni, hogy minél jobban mondhassam, hogy növekedik bennem az Isten úrsága. A másik hasonlat, ami eszébe jött Jézusnak, az az, hogy három véka lisztben elvegyíti a gazdasszony a pici kis maroknyi kovászt.
emlékszem, még gyerekkoromban otthon dagasztott édesanyám kenyeret, tehát előttem van a mozdulat, ahogy meggyúrta, és aztán belerakta a kovászt. És úgy hagyta kelni, kicsit meg is duzzadt az az egész, egy ilyen konyha ruha alatt, ha jól emlékszem, növekedett nagyra a 3 kiló liszt, mert benne volt a kovász. Ha bennem ott van az Isten országa, úrsága, vagyis én már voltam olyan okos, hogy alávetettem magamat az Isten akaratának, akkor ez kell, hogy terjedjen a környezetemben. Aha. Tehát én leszek a kovász, és én dagasztom meg a környezetemben lévőket is. Ezt jelenti ez a második hasonlat. A hit terjesztése mindnyájunk elsőrendű feladata. Kell, hogy átadjuk a hitünket, nem csak szülőként a gyereknek, hanem általában ember az embernek, ahol csak lehet kapcsolatba kerülni a másik emberrel, és hirdetni Isten országát. Cselekedetekkel elsősorban, de ha lehet, akkor szavakkal is. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék Jézus Krisztus!